Kézzel álltok, csajok? Igen! Na talán most már megtudjuk. Megyültek, kedves barátaim! Két nap múlva, november 25-én van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, mely a dominikai Mirabel nővérek mártíromsága mellett az erőszakot szenvedett milliók áldozatokról szól. Sajnos Magyarországon nem kell megvárni az ilyen évfordulókat és ünnepnapokat. Magyarországon emberek milliói szenvednek erőszakot Orbán Viktor agresszív kormánya jóvoltából. Magyarországon erőszakot követnek el a közalkalmazottak, a szegények és a fiatalok ellen. Csak hogy néhányat említsek, a nők mellett azon társadalmi csoportok közül, melyet nap mint nap áldozataivá válnak az Orbán Mészáros kormány összehangolt és tudatos erőszakának. Azért indítjuk el a Nők a Változásért mozgalmat, azért vesszük ismételten fel a sálat, ahogy ezt tettük 2002-ben is, hogy figyelmeztessük, hogy ez így nem megy tovább. Kiállunk az utcára, a közterekre, és megmutatjuk, hogy a változás hívei itt vannak. Csendben, halkan, de határozottan, ahogy a sál színe is mutatja. A harcias vörös és az ártatlan fehér keveréke. Ott leszünk az utcákon, a tereken, élő tilalomfaként, eddig és nem tovább. Orbánnak mennie kell. Magyarországot ki kell gyógyítani Orbán Viktorból. Mert nem csak a kormányzása káros, hanem mindaz, amit képvisel. Nem csak a légkört vérgezi, hanem a lelkeket is. Ezért fogunk rámutatni, mi nők a változásért, szeliden, de határozottan, ahogy a sálunk színe mutatja. Szeliden, ahogyan azt tőlünk nőktől a vakkomondoros Fidesz megszokta. Határozottan, ahogy azt a harcos, baloldali nőtársai diktálják, és a hagyományaink. Bárki csatlakozhat ehhez a mozgalomhoz, aki változást akart, és tudjuk, hogy a többség ebben az országban változást akar. Kezdjük el hát itt a változás ajkán, ahol egy kiváló polgármesterünk van, akinek köszönhetően ez a város megmaradt emberarcú város. Felelős kormányra van szükségünk, mert egy felelőtlen rablóbanda garázdálkodik az országunkban. Változtatnunk kell tehát. Ezen dolgozunk mi nők a változásért, ma itt Ajkán, holnap Kazincbarcikán, vasárnap Debrecenben. Az a kérésem, hogy alakítsatok országszerte csoportokat, nők a változásért, bátran viseljétek ezt a sálat, ami még egyszer a bátor vörös és a szelíd fehér színe. Asszonytársaim, felhívással élek köztetek. Nagyon köszönöm azoknak a férfiaknak is, akik úgy gondolják, hogy ebben az országban nem jól önök lenni. Kérem, hogy csatlakozzatok!